hónap van a gépészeti része, az ugye most már gyakorlatilag szorul a háttérbe. Azt szokták mondani, régen az autó az egy nagy gépészeti egység volt némi elektronikával, most meg egy számítógép, amiben van még egy motor, meg vannak rajta kerekek. Ez gyakorlatilag teret enged egy csomó mindennek, megadja a lehetőséget, hogy rengetegen dolgozzanak rajta. Egyre többféle terület fog összejönni az autóiparba. 6,5 éve kezdtem a ThyssenKrupp-nál, nem pályakezdőként ugyan, de ez volt az első beágyazott szoftverfejlesztői munkaköröm. Eleinte komponenseket fejlesztettem, emellett teszteket írtam és a komponenseknek a követelményeit. Viszont ezt elég hamar sikerült kinőnöm, és belástam magam a gyártói tesztek világába. Azt hiszem, hogy a karrier utamból látszik, hogy a Thyssen teljes mértékben támogatja, hogy az ember több területen kipróbálja magát, és az igazából szerintem oda-vissza előnyös lehet, mert például én sem fásolok bele a munkámban, és a cég is kap egy olyan embert, aki több területnek van a szakértőjévé tud válni. Van például egy kollégám, aki szintén szoftverkomponens fejlesztéssel kezdte, utána elment tesztautót vezetni, és most szoftverintegrációval foglalkozik. Engem személy szerint az vonzott, hogy itt a mérnökségnek, az engineeringnek több területe is találkozik, mert ugye van itt mechanika, az mondjuk nem tartozik ide hozzánk szorosan, de van hardware, van software, tehát hogy sok mérnöki terület találkozik. De szembeállítva például egy webfejlesztéssel, itt a végén a termék az megmozdul, beépítik autóba, az ember láthatja az úton, rá tud mutatni, hogy ott tessék ott mi az én fejlesztésem. Szerintem ez további sikerélményeket ad az embernek.